Na, akkor süssünk egy húst, jó? Végül is bárki, aki beszélget velem, az kiderül, hogy számomra az életben az egyik legfontosabb dolog a kaja és a szex. Úgyhogy ebből lett a bujarista. Úgyhogy háromféle hőmérsékletű zsiradékba sütjük, a morzsának a keverékét azt azért csak nem adjuk el, mert szerintem ez egy kicsit akkor misztifikálva is van a dolog. Úgyhogy de jó pofa, úgyhogy nem egy a nagy dolog. Itt rengeteg szakáccsal beszélgettem, legalábbis nem rengeteg, de nagyon sokkal, akiknél mindig csodálkozást láttam, hogy egy rántott hússal ennyit foglalkozunk. A mi hagyományos rántott húsunk, és mondjuk az osztrák-német rántott húsnak az úgynevezett fannéba sütött Wienerschnitzelnek a imitációja ez, ugye, ahol egy ilyen olaj és vaj keverékébe kevés zsiradékon megsütik, ugye? Ugye, tehát akkor azt mondjuk, hogy ennyi. Az egész, nem panírozunk semmit előre, tehát nincsen az, hogy azért, mert itt állnak sorba, vagy valami, ezért 30-40 húst bepanírozunk előre. Egy ilyen nagy fritőzbe csináljuk, direkt ez a csehektől vettük, egyébként nekik van ilyen, ami direkt rántott húshoz van. Ugye, utána belejövök ugye egy serpenyőbe, egészen másképp sül ebben, mint a fritőzben. Majd utána, amikor itt végeztünk, akkor kirakjuk a sütőlapra, ahol lecsorog róla a zsír, és ugyanakkor egy kis vajjal meglocsoljuk. Tehát naponta háromszor van, tehát nem az, hogy hetente egyszer, naponta háromszor van szűrve és cserélve az olaj. Ugye, ez mi? Rakunk rá hegyet, zöld paprikát, és így néz ki egy rántóhús. Na, tulajdonképpen, akkor meg is eltudok. A piacnak a közönsége rendkívül nyitott. Tehát azt mondom, abszolút pozitív. Ezzel tényleg nincs. Én is meg voltam lepődve egyébként. Tehát az újra gondolt főzelékektől kezdve mindenféle olyan dolgot befogad, amit a Bog Bistróba csinálunk, és utána lehozunk ide belőle, vagy valami. Mindent elfogad, mindenben nyitott, nem izél, hogy hú, hogy néz ez a főzelék ki, vagy semmilyen problémája nincsen, pozitívan áll hozzá, egy dolgot nem fogad el, a kis adagot. Azt vallom, hogyha 65 évesen még minden nap be kellene állnom ide dolgozni és rántott húst sütni, az egy komoly probléma lenne. Nem csak nekem, szerintem az itt dolgozóknak is, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon örülnének ők ennek. Hogy jellemző az országra, hogy egy rántott hústól vannak elájulva, ugye? Vagy amire mondtuk, hogy inkább ettől legyenek elárulva, mint egy hamburgertől, ugye? De igen, igen. Ugyanis megint bebizonyosodik az a dolog egyébként, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálsz időzelvetéve. Ha a minőséget adsz, és frisset adsz, és jó alapanyagból adod, akkor az működik. Tehát az mindenféleképpen. Igen.